Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Férfi napra kaptam kérdéseket, ezeket próbálom megválaszolni. És pedig, hogy milyen az álom férfi? Hát őszintén szólva én nem hiszek abban, hogy van ilyen, hogy álom férfi vagy álom nő. Mi nők is annyit változunk az életünk során, hogy korszakonként is meg lehetne határozni, hogy mikor mit tartunk vonzónak, és esetleg mi az, ami taszít. De ha mégiscsak egy-két alap dolgot meg kellene határozni, akkor azt mondanám, hogy mindenképpen fontos az, hogy egy férfi erőt és biztonságot sugározzon. Hogyan lehet legkönnyebben meghódítani a férfit? Szerintem ha erre receptet kell felállítani, az már rég rossz. Úgy gondolom, hogy eleve egy párkapcsolat csak akkor jöhet létre, ha a két fél között valamilyen vonzalom született, és akkor onnantól már nem kell a hódítás, nem mint egy eszköz, vagy egy recept kerül a képbe. Az a jó eset, hogyha a férfi megteszi a kezdő lépéseket, de igazából az sem probléma, hogyha ez a fajta kezdeményezőkészség a nőben van jelen. Mit nézek meg először a férfin? Hát így tudatosan nem jellemző, hogy kifejezetten valamit keresnék rajta, de ha végig gondolom, akkor az, ami számomra mindig emlékezetes, az a tekintet. A tekintet tud olyan beszédes lenni, ami kommunikál a férfiról, mert lehet abban értelem, érzelem, humor, figyelem, tehát ezek úgy összességében számomra mindig emlékezetesek. És végül, hát mit is üzennék férfi napra? Ezen úgy elgondolkodtam, mert ugye a mai világban néha olyan, mintha egy nagy csatában lennénk, és állandóan keresnénk, mindenki keresné a maga igazát, holott alapvetően alapemberi, személyiségbeli problémákkal van gond, akkor is, amikor egyenjogúságról beszélünk, akkor is, amikor családon belüli erőszakról beszélünk, akkor is, amikor hatalommal való visszaélésről beszélünk. Az biztos, hogy vannak ezeknek kulturális gyökerei, de szerencsére én azt látom a mai fiatalok körében, hogy azért van egy szemléletváltás. Én azt kívánnám a férfiaknak, hogy főleg, ha családjuk van, hogy a fiaik és a lányaik számára ne csak apaként jelentsenek mintát, hanem férfiként is. Mutassanak egy mintát arra, és egy példát arra, hogy a férfi hogyan férfi egy családban, milyen társként, hiszen a gyerekeink számára ezek minták lesznek majd a felnőtt életükben, és ne féljenek attól, hogy érzelmeikben is elmerjenek, vagy el tudjanak merülni, hiszen valamiért ezt tanítottuk meg a férfiainknak, vagy az előző generációs anyukák, hogy a férfi nem sír, a férfi érzelmeket nem mutat ki. Holott ez nem igaz, hogy ne lennének a férfiaknak is ugyanolyan mélyen fájdalmaik, szenvedésük, vagy éppen örömeik, amik felszínre juthatnának, és az valószínűleg sokkal boldogabbá is tesz egy párkapcsolatot, egy társas létet. Szóval én arra bátorítanám a férfiakat és a fiúkat, hogy merjenek élni az érzelmeikkel.